Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, végre eljött az E3 ideje. Ez az az időszak, amikor a kevésbé kockák is büdös kockává válnak. A játékok kiadják az összes trélelüket, és lehet csorgatni a nyálamat, és már csak úgy könyörögsz, hogy vigyék el a pénzedet. Na de mértékkel kell hozzáállni a dolgokhoz, gyerekek, de végre a Battlefield megmutatta magát. Igen, tudom, Battlefrontot láttok, jelenleg ez az anyag volt a gépemen, de azért egy 20 killstreak-es sniper játékot láthattok itt, halál nélkül, az nem rossz, egy Battlefront. Nagyon taktikusan visszahúzódóan játszottam, nem vagy legalább figyelitek a nagyon izgalmas hangomat, szóval végre megmutatkozott a Battlefield 1, és néztem élőben, és itt jönnek a kérdések, hogy tudom, hogy első világháború, képzétek el, a múltkor csináltak egy felmérést Amerikában, a mai gyerekek, a Z-generációra gondolok, nem tudják, hogy volt első világháború. Ti tudtátok, hogy volt első világháború? Ha már azt írjátok, hogy igen, akkor írjátok le, hány évesek vagytok mellé, mert ez azért nagyon durva, úgyhogy elég durva, hogy mennyire elfelejtjük a történelmet, vagyis elfelejtik nekünk megtanítani, és pakker volt egy első világháború, úgyhogy, és ekkor esett így le nekem, hogy nem csodálom, hogy a világ így már könyörög egy első-második világháborús játék, hiszen felnőtt egy generáció arra a korra, aki már kíváncsi valami újra, mert egy adott gamer generáció ugye felnőtt ebben a felnőtt ebben a modern shooter világban, vagy a jövő shooter világban, és gondolom ez tényleg egy nagyszerű dolog lehet abból a szempontból, hogy más fegyverek, hogy más a hangulat, és nagyon eltérő játékmód, mint a mostani shooterekhez. Nem ugrálhatsz duplát, nem futhatsz falon, nem csinálsz semmi ilyesmit, ez tényleg egy kicsit más dolog. Első kérdés, ugye, mennyire tetszett nektek a látványvilág? Ki az, aki emlékszik még az első és második világháborús játékoknak a hangulatára? Netán egy sima Battlefieldre, anno, amikor még ilyen első világháború, második világháborús hangulat volt. És a fiatalabb generációkra, ez mit szóltok ez nektek? Mit jelent az, hogy egy ilyen környezetbe helyezték a Battlefieldet? Úgyhogy nyíljatok ki, bogárkái, meséljétek el nekropapának, hogy van ez. Én őszinte leszek veletek, én nagyon úgy vagyok még mindig a világháborús játékokkal, hogy ezen azért végigjátszottam egy pár évet ezekkel a játékokkal, és ami egyszer lehetőleg ott volt, hogy világháborús játék, azt tutira kijátszottam, Medal of Honor-tól kezdve Call of Duty-nál, Battlefield, stb. Sok hülye első és második világháborús játékkal játszottam. Jelenleg meg is van ugye nekem például a Verdun, ami egy kifejezetten ilyen első világháborús játék, csak inkább az árkokra, a lövészárkokra koncentrálódó játék, amúgy ajánlom kipróbálásra. Elég jó játék. Nézegettem a Battlefield-et, és mind végig, amíg nem láttam ezt a gameplayt, úgy elég szkeptikus voltam vele. Nem vagyok én, speckó, még annyira kész, hogy megint visszatérjünk ehhez a dologhoz, de tény, ami tény, hogy nekem is egy kicsit elegem van ebből a modern jövőbeli shooterekről, de ez alól egy kicsit kivételt képez a Titanfall, szerintem beszélgetünk majd arról egy videóban, hogy mit szóltok ahhoz is, mert őszinteszek, igen, megfogott. És láttam végre a Battlefield 1-nek a lényegét. És ugye ez tetszik az, hogy rákoncentráltak inkább az első világháború végére, mert az első világháború úgy indult, hogy inkább lövészárkokból lövészárkokba, de már gépek háborújaként fejeződött be valamennyire, és inkább ezt az időszakot fogták meg, és azt egyszer el kell áruljam, hogy számomra fantasztikus hangulatot ütött meg a játék, a rombolhatóság elképesztő, a látvány elképesztő, tehát amilyen képeket ott láttunk, vagy aki nézte élőben a showt, az egyszerűen fantasztikus volt, és a játék gyönyörű, az egyszer biztos, hogy monstrum kell hozzá, hogy elfusson, monstrum kell hozzá, hogy elfusson, hogy teljes mértékben kiélvezd, és szerintem, akinek elfutott a BF4 -20 FPS, és el fog futni nekik a Battlefield 1 is, de hogyha ezt így pompájában akarod élvezni, az a gyönyörűség, amikor ott voltak, valószínűleg fog kelleni hozzá az a monstrum. Meggyőző volt számomra. Számotokra hogy volt meggyőző? Nekem számomra meggyőző volt a látványvilág, meggyőző volt a játékmenet, a szokásos Battlefield hangulatot hozta. Mégis miben eltérő ez a mostani Battlefield 1, mint a
régebbi Battlefieldek. Ugye itt nincs úgy mértékben tank, mint a BF4-be, BF3-ba, BF2-be, és a többet Company 2-be. Nincsen repülő, vagyis hát repülők azok vannak, talán ott van a legkisebb eltérés, de egy kicsit más van, másképp van ott is. És azt hiszem észre, hogy a harc konkrétan lekorlátozódik gyalogságra, többnyire sem, mint hogy ugye tankok csatájára inkább, mint a BF4-ben. A mit jelent ez számunkra? Manapság nagyon kevés olyan shooter van odakint, ami azért a kompetitívság ennek emértékét megadja, mint a Battlefield. Mi van ott? Counter-Strike tele van csalókkal, ahogy manapság hallom. Mi van ott? Call of Duty? Senki se játszik még már vele, szóval. És várjunk csak. Ó, kijött az Overwatch, oké, de az egy pörgős játék, de ilyen nagy skálában, ami megad egy kompetitív játékot, nem igazán mozog odakint a piacon, és a Battlefield One a mostani első világháborús fegyverekkel egy kicsit ezt megadja. Nagy skálában játszhatunk egy kis skill-based alapú játékot. Na, mit gondoltuk erről? Tehát, hogy az első világháborús fegyverekkel macerabálni is, ahogy néztem a visszarúgást a képernyőn ott a játékosoknál, hála Istennek, hogy visszahozták a kicsit nehezebb visszarúgást. És nagyon visszarúgnak a fegyverek, nehezebb lesz eltalálni embereket vele, főleg ugye a mozgó célpontokat, és a fegyverek miensége nem modern ebből a szempontból, ugye, és minden egy kicsit skill-based-ebb lesz, egy kicsit arra gyúr rá, hogy hardcore-abb játékosok legyünk, egy kicsit nehezebbé teszi a játékot ebből a szempontból, és emiatt a Battlefield 1 az persze sikeres lesz, de emiatt egy különlegességet kínál ebből a szempontból, úgy gondolom, a játékos piacnak, mert hogy tényleg egy kicsit nagy skálában 64 player egy mapon játszhat egy tankmentes ebből a szempontból játékot, vagy ahol ugye a tankokat könnyebben intézi, de inkább ugye egy gyalogságra kiélezett játékok. Attól függetlenül a tankoknak nagyon jó a koncepciója, hogy többen beülnek és együtt koordinálva tudnak haladni, megvédeni pontokat. A repülőgépek, hogy mögötted ott van a társad és shooter, és lövi az embereket, miközben te bombázol vagy lesz, elképesztő hangulat és összjátékot fog igényelni, nagyon jó érzés lesz vele játszani. És ez az, amiben nagyon jó a Battlefield, hogy összehozza a társakat, és egy nagyon jó játékot tudnak csinálni összjátékon, és emellé még bepofozzák ezeket a fegyvereket, és némi ilyen ugye tapasztaltabbá teszik a játékot, hogy ilyen skill-based-ebb legyen az egész, ez mindenképpen jó pont. Mit gondoltok a Battlefield 1-ről? Hogyan tetszett nektek így elsőre? Előrendelős vagy nem előrendelős? Számomra a jövőben valószínűleg megvevős lesz, és hát majd várnak a videókat titeket. Sziasztok! By the rebels. We must deactivate it in order to stop a Y-wing attack. Rebel bomber targeting sequence disrupted. Leia Organa has been spotted nearby. She is a traitor to the Empire.
from rebel attack. Have activated the uplink station. In order to protect our walkers, you must deactivate it. Station.
to our walker. Scanners indicate the rebels have activated an uplink station. Walker is under attack and is critical to this mission. Engage the enemy.